Üdvözlünk benneteket, ez a Hanze Hétfő 9. adása. Mai napon Attilával röviden fogunk nektek pár könyvet bemutatni, én pedig az online térben való erősödésről és a piaci változásokról fogok nektek néhány szóban érdekességeket hozni. Ami az első témakör, és a Hanze az most 2021. januárjával ezt a platformot már meg is nyitotta és elérhető a nagy közönség számára, az a privát hajó nézegető. Ezt a gyári honlapon, egyébként majd hírlevélben is kiküldjük, elérhetitek, és lehetőségetek van minden egyes modellben, minden egyes hajóban, a kabinokban és a decken, mintha kvázi egy hajó kiállításon lennétek, körülnézni, megnézni a részletek itt a belső térnek és a külső felületeknek is. Ez azért nagyon fontos, mert ahogy látjuk, egyelőre 2021-ben biztosan nincsen nyár végéig olyan hajó kiállítás, amelyen lehetne találkozni a modellekkel. Természetesen, hogyha itthon, hazai vizeken szeretnétek Hanze modelleket megtekinteni, akkor tudtok velünk időpontot egyeztetni, ehhez keressetek bennünket, és akár a keleti, akár a nyugati medencében, a Balatonnak tudunk olyan időpontot adni, ami minden esetben a ti naptáratokhoz igazodik, és akkor van lehetőségetek ezeket a modelleket megtekinteni élőben is, és döntést hozni arra, hogy a következő rendelési időszakban milyen csomagokat, milyen felszereltségeket választanátok. Amit még ehhez a Hanze csoport most hozzátesz, az a Safety Cloud nevű Hanze applikáció, ami 2019. július 1-től minden hajóban elérhető, viszont sokkal nagyobb hangsúlyt kapott most az idei évtől, és egy olyan fejlesztésen, egy olyan kulcsfontosságú fejlesztésen ment át, amivel a ti élményeteket, a ti információ hozzáférhetőségeteket a hajók körül sokkal tágabb, szélesebb körben teszi lehetővé. Ilyen például majd a most elérhető tulajdonosi menüpont alatt azoknak az újonnan rendelt hajóknak az épülési fázisai, amiben a hajótok a rendelést követően, mint kvázi egy online rendelési folyamat jelenik meg, ahol minden egyes szakasznál, amikor a hajó elkészül, akkor az adott megépült szakaszhoz elérhető összes dokumentációt, kezelési útmutatót már letölthettek, és mire megérkezik a hajó, addigra egy teljesen széleskörű tudással fogtok rendelkezni arról a termékről, ami a sajátotok és egyedi konfigurációval rendelkezik. Ehhez Attila, milyen tudásanyagot tudsz még hozzátenni? Mit érdemes még a hajózásnál olvasgatni a kezelési útmutatókon kívül? Most nem magyar nyelvű könyvekre térnék ki. Ugye van a sporthajózás, a vitorlás lexikon magyar nyelvű könyv, viszont én szeretem az angol nyelvű könyveket, kicsit szakmaiabbak talán, mint a magyar nyelvűek, ebből is elhoztam hármat. Mind a három könyv a Royal Yachting Association-nek a kiadása. Az első, ez az Introduction to Navigation, ez ugye a tengeri navigációval foglalkozik, a partmenti navigációval. A csillagászati navigáció az nincsen benne, de arról is lesz majd egyébként egy külön könyv. Akkor van egy kicsit haladóbb vitorlázóknak az offshore sailing, ami szintén egy elég komoly könyv, illetve van a yacht sailing technikák, amiben a vitorlázásnak a csinja-vinja, ami szerepel, mindegyik egy képes, nagyon jó leírással, és beszerezhető akár az eBay-ről, akár a Royal Yachting Association-nek a weboldaláról. Tényleg nagyon jó szakkönyvek, rengeteg tudás van bennük, és ez a három alapkönyv, vagy ez a három könyv az alapkönyv, amit ajánlok mindenkinek, hogy esetleg a polcon elférjen. Köszönjük szépen a könyvajánlót. Amit érdekességként még szerintem erről meg lehet említeni, hogy mindemellett, hogy az angol nyelvű, azért a hazai vizeken is ez már tud egy segítség, vagy egy kiinduló. Persze, tehát ugye mindegyik könyv, főleg a jacin technikák, az nem csak a hajó tengerhajózással foglalkozik, hanem magának a hajó fölépítésével, az eszközökkel, akár kikötői manőverekkel is, nem tudom mennyire fog ez így látszani. Tehát egy eléggé komplex tudást ad, most ha itt a navigációban nem megyünk bele. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ugye sokan keresgélik az irodalmat,
nem feltétlenül tengeren kezdenek el hajózni, viszont az, hogyha a téli hűvösebb hónapok alatt már van lehetőség otthon, akár esténként az esti tea mellé, vacsora mellé, tévé helyett ezt olvasgatni, akkor szép kis tudásanyagot lehet a szezon kezdetre összeszedni. Igen. És azt lehet mondani, hogy a tudásnak a krémjéből, tehát ugye ezt elég neves vitorlázok, Jeremy Evans, Dick McLeary, illetve Tim Barlett, ugye mind a Royal Yachting Association-nek ilyen kiemelt, nem instruktorai, hanem szerkesztői. Ha elkezditek a könyvet olvasni egyébként, írjatok nyugodtan Attilának kérdéseket, hogyha így olvasás közben, forgatás közben felmerül, mert úgy sokkal inkább használjátok a tudást, és akkor lehet akár egy ilyen sokkal kellemesebb hangvételben, nem csak a száraz betűsorok között, hanem oktató segítségével tanulni és tanulmányozni a könyveket. A Hanzénél egyébként nagyon fontos az oktatás, és amit említettem, az online platformokon most jelentősen erősödik a Hanze csoport, és a Safety Cloudot azt minden esetben egy ownershipként megkapja a tulajdonos, viszont ennek az ismertetésére fogok hozni egy külön epizódot itt a Hanze hétfő keretein belül, ahol meg fogom nektek tanítani azt, nektek leendő tulajdonosoknak, illetve meglévő tulajdonosoknak, hogy a Safety Cloud applikáció és a Hanzéban beépített Sentinel kis adatgyűjtő számítógép, az hogyan kommunikál és hogyan működik együtt, és ezzel hogyan kaptok egy sokkal kiterjedtebb szerviz lehetőséget, egy elektronikus szerviznaplót a hajóhoz tudtok vezetni, olyan funkciókat, amik például a kötelező szervizeken felül jelentenek szervizt, vagy esetleg egy-egy meghibásodás során szükségetek van segítségre, akkor egy applikációs gomb segítségével rögtön a Hanze keszthelyi bázisához tudjátok elküldeni a problémát, a hiba információt, és akkor mi egy kész megoldással fogunk nektek mindenképpen jelentkezni. És ez azért fontos, mert a hajózás az ugyanabba a technológiai fejlődés irányba megy, mint egyébként a járműipar. Minél több elektronikai eszköz, minél több számítástechnikai eszköz van jelen a hajón, annál több információt tudunk használni, és ez mind a kényelmet és a biztonságot segíti. Nézzétek a Hanze hétfőt, és majd amikor ez az adás megjelenik a Safety Cloudról, akkor nyitni fogok egy olyan Google formát külön hozzá, ahol feltehetitek az egyedi kérdéseket, illetve megválaszolok majd nektek olyan egyéni beállításokat is, ami hajóspecifikus. Maradjatok vonalban, kövessetek bennünket YouTube-on, Facebookon, illetve a hírlevelünkre is iratkozzatok fel. Hamarosan jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!